Kerítés nélkül tömegével jönnének a bevándorlók Magyarországra, erről Nógrádi György beszélt a minapi ásotthalmi incidens kapcsán. A határt védő rendőröket ugyanis megdobálták a migránsok, az ügyben nyomozás is indult. A járványhelyzet és az időjárás is kedvez a bevándorlóknak, ezért egyre többen vannak. Csongrád-Csanád megyében 12-en, Bács-Kiskunban 26-an próbáltak meg Magyarországra szökni, csak most éjjel. Kredenc is ki van bontva, mind. Mihó Kantalhoz migránsok törtek be, míg ő nem volt otthon. A házát mutatja ez a férfi, vagyis csak azt, ami maradt belőle. Elvittek minden, pokrócokat, amit csak létezett, minden, gúnyámat, mindent elvittek. A magyar-szerb-román hármas határnál már szinte nincs is olyan település, ahol ne jelentek volna meg a hivatlan látogatók. Aki nem fél, az hazudik, az biztos. Ezt őszintén mondom, hogy... aki azt mondja, hogy nem fél tőlük. Majdány és Rábély környékén az emberek pontosan tudják, melyek azok a lakatlan házak, amiket feltörtek és amikbe beköltöztek a bevándorlók. A helyiek szerint egyre agresszívebbek a migránsok, mert nem csak ételt, hanem ruhát is lopnak a házakból. Naponta többször is oda mennek a határhoz és próbálnak átszökni. Taxiban gyűnnek általában zukornak, naponta 4-5-ször. Gyűnnek is, megviszik őket is. Önnek az itt Romániára, akkor aztán adják a magyarok át, az kész. Mi nem bírnak át, nincs semmi féleképpen. Ásotthalomnál sincs nyugalom, ott a járőröző rendőrökre támadtak a bevándorlók, egyszerűen megdobálták őket. Ásotthalom külterületén történt bűncselekményben személyi sérülések nem történtek, a szerb oldalról ismeretlen tettesek által elkövetett támadásokban kizárólag a rendőrautók rongálódtak meg. Az illegális bevándorlás nagy üzlet a térségben, idén eddig 302 embert fogtak el embercsempészés gyanújával. Ha megnézzük a tavalyi évet, akkor összesen egész évben 455 embercsempészt fogtak el a hatóságok itt Magyarország területén, és azért itt is bejátszik a pandémiás helyzet, hiszen egyre nehezebb átjutni a határokon, ez pedig azt hozza magával, hogy egyre több pénzt kérnek az embercsempészek a migránsoktól. A koronavírus járvány első hullámában volt egy visszaesés, de azóta újabb migrációs nyomás nehezedik az országokra. Így látják a szakértők. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint a magyar kerítés bebizonyította, hogy működik. Amióta megépítettük a kerítést, azóta az ország biztonságban van, tetszik vagy nem tetszik. A kerítés nélkül tömegével jönnének ide, ezt láttuk 2015-ben 3. Az a migráns, aki Pakisztánból, Afganisztánból elindul, Szíriából, és eljut Szerbiáig, annak rendkívül nehéz elmagyarázni, hogy öreg, menj vissza. Hiába adok neki 2000 eurót, visszamegy egy hét múlva újra itt van. Tehát máshogy fogalmazva, a magyar határkerítést az idő igazolta. Idén eddig 33.029 illegális bevándorlót tartóztattak fel a határvédők, ez majdnem annyi, mint tavaly egész évben. 2020-ban összesen 45.564-en próbálkoztak átjutni a magyar határon.